A tavak városa lesz Oroszlány. Legalábbis ezt remélték 1972-ben, amikor a Labanc-patak árterének kibővítésével a város közepén hoztak létre két új állóvizet. Az állomási és az alsó, ma Malomtavat 20 holdnyi területen építették ki. A kitermelt földet az 1000 lakásos lakónegyed, a Dózsa-György úttól északra elterülő terület, a Bánki Donát és Népek Barátsága út feltöltésére használták. Itt ekkor 3-10 emeletes épület már állt. A tízesek környéke egyébként feltúrt volt, mindenfelé építkezési törmelék borította. A lakásokat ennek ellenére boldogan vették birtokba a családok, akik addig albérletben vagy szállón, esetleg pincelakásban élve reménykedtek a változásban. Az viszont a hamar munka eredményére világított rá, hogy az egyik friss épületben már az átadás után nem sokkal elromlott a lift. Nem csak tömbök, hanem modern kertes házak is épültek. Novemberben és decemberben úgynevezett kiszlakásokat, a szénbányák kommunista fiataljainak épített sorházokat adtak át a Haraszthegyen. Az építkezést közös erővel, a vállalat támogatásával végezték úgy, hogy senki sem tudta, hogy kinek a jövőbeni otthonát építi, hiszen az átadáskor sorsolással dőlt el a tulajdonlás. Érdekesség, illetve akkor úgy mondták, hogy a szolgáltatások fejlődését mutatta, hogy a Volán taxit állított be Oroszlányba. Egy darabot. De legalább már ez is volt a városban. Egyébként ekkor kezdték építeni, és a következő esztendőre készült el a Táncsics úton a Volán autóbusztelep. Ide az autók számának rohamos növekedése miatt autószerviszt is terveztettek, hiszen már 700 kocsi és kétszer annyi motor volt a városban, amivel a kettő autójavító kisiparos nem bírt el.